8 óra van, ez a híradó az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! 22 milliárd eurónyi, vagyis 9000 milliárd forintnyi Magyarországnak járó uniós forrás érkezhet azután, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar terveket és elfogadta a Magyarországgal kötött partnerségi megállapodást is. A magyar kormány ezzel elérte a céljait az unióval folytatott tárgyalásokon. Elértük a célunkat. A közösségi oldalra feltöltött videó üzenetben jelentette be a területfejlesztésért felelős miniszter, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Magyarországgal kötött partnerségi megállapodást. Navracsics Tibor óriási eredménynek nevezte a megegyezést, és nem csak a segítőinek, hanem azoknak is megköszönte, akik bírálták Magyarországot, mert ahogy a miniszter fogalmazott, ösztönöztek minket a jobb teljesítményre. Mindez lehetővé teszi, hogy körülbelül 130 milliárd forintnyi előleg megérkezzen, meg tudjuk kezdeni a pályázatok kiírását, és el tudjuk indítani azokat a fejlesztéseket, amelyeket az Európai Uniós forrásokkal támogatni tudunk. A magyar kormány hónapok óta tárgyalt Brüsszellel annak érdekében, hogy az Unió ne tartsa vissza a hazánknak járó forrásokat. Az egyeztetés két szálon zajlott, a koronavírus járvány utáni helyreállítást segítő 2300 milliárd forintnyi támogatásról és a 2027-ig tartó költségvetési ciklusból Magyarországnak járó fennmaradó 9000 milliárd forintnyi összegről is meg kellett egyezni Brüsszellel, mivel a pénzek kifizetését az Európai Bizottság Magyarország esetében külön feltételekhez kötötte. Soron következik az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárás érdekében szükséges módosítása szólót. Az országgyűlés október eleje óta sorban fogadta el azokat a törvényeket és törvénymódosításokat, amelyekkel teljesítette a Brüsszelnek tett vállalásait. Az igazságügyi reformok mellett felállt például az Integritás Hatóság nevű korrupció ellenes szervezet. Bár hazánk az eredetileg elvárt 17 vállalást határidőre teljesítette, az Európai Unió november végén egy újabb, az igazságügyi reformokhoz kapcsolódó 18. igényt is megfogalmazott. Így, miközben a forrásokról, a tervek szerint már december 6-án az Európai Tanács pénzügyminiszterekből álló ülésén dönteni lehetett volna, a tárgyalásokat még december elején is folytatni kellett. A járvány utáni gazdasági helyreállításhoz köthető magyar tervet végül december 12-én hagyták jóvá az uniós nagykövetek. Ezután a tagállamokból álló tanács is elfogadta azt a javaslatcsomagot, amelynek a globális minimumadó és az Ukrajnának nyújtott segély mellett a magyar uniós pénzek ügye is része volt. Mi tartjuk magunkat ehhez a megállapodáshoz? A miniszterelnök politikai igazgatója a döntés után azt mondta, Magyarország tartotta a szavát a megállapodások tekintetében, és az összes kritériumnak megfelelt, ami több hónapos megfeszített munka eredménye. Nekünk az az álláspontunk, hogy Brüsszelnek nem nyomást kell gyakorolnia, hanem nyitottnak kell lenni a más tagállamok felvetéseire is. Az Európai Bizottság most a helyreállítási terv után a kohéziós forrásokhoz kapcsolódó partnerségi megállapodást is elfogadta. Magyarország így a tervek szerint még idén minden olyan megállapodást aláír az Európai Bizottsággal, amely lehetővé teszi az uniós forrásokhoz való hozzáférést. A megállapodás részeként az átláthatóság és a korrupció megelőzésének megerősítése mellett területfejlesztési, éghajlatvédelmi és digitális átállást segítő beruházásokat finanszíroznak. Újabb fűtőanyag szállítmány érkezett Oroszországból a paksi atomerőműbe, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalán azt írta, mivel az Ukrajnán keresztüli szállítás ellehetetlenült, egy új megoldásra volt szükség. A fűtőanyag hajóval érkezett Bulgáriába, onnan Románián keresztül vonaton érkezett Magyarországra. Hozzátette, hogy ezzel pakson újabb hosszú hónapokra elegendő készlet áll rendelkezésre a biztonságos működéshez. Folyamatosan javul a magyar bruttó átlagkereset vásárlóértéke az Eurostat szerint. Erre hívja fel a figyelmet a Mandiner, azok után, hogy több baloldali politikus és balliberális hírportál arról írt, hogy Magyarország a sereghajtók között van az Unióban. A hírportál rámutat, a baloldaliak álhírt terjesztenek, mert egy olyan statisztikai adatot ragadnak ki, amely torz képet mutat a bérhelyzetről.
Magyarországon a legfrissebb statisztikai adatok szerint hozzávetőleg 1 millió munkavállalót érint a minimálbér 16 és a bérminimum 14%-os emelése jövőre. Mivel 2022-re az inflációs előrejelzés 15%-os, ezért a minimálbéren foglalkoztatottak keresetének vásárlóértéke, ahogy korábban, most is nőni fog. De várhatóan a legtöbb munkavállaló reál keresete is növekszik, hiszen a legkisebb bérek emelése mindig felfelé tolja az alapbéreket, a különböző pótlékokat, juttatásokat. A munkáltatók ugyanis a munkaerőhiány és az inflációs környezet miatt mindent megtesznek azért, hogy megtartsák dolgozóikat. Az elmúlt években folyamatosan nőtt itthon a fizetések vásárlóértéke. Ez azt jelenti, hogy éves szinten a keresetek bővülése mindig felülmúlta az árak általános emelkedését, azaz az inflációt. Ennek eredményeként tavaly a magyar bruttó átlagkereset vásárlóértéke a 19. helyen állt az Európai Unióban, és nem az utolsó előttin, ahogy azt a baloldal tévesen hangoztatja. Az ellenzék, amit néz, az valami egészen más mutató, és nem is a keresetekről szól, és főleg nem a keresetek növekedéséről. A munkaerőpiaci szakértő szerint a baloldal egyszerűen rossz adatot használ, amely torz helyzetet mutat a bérhelyzetről. Olyannyira, hogy például Hollandia kérte is, hogy náluk ne alkalmazzák ezt az eljárást. A kereseteket, ahogy máshol is, a régóta használt, mindenki által elfogadott a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet, azaz az OECD módszer alapján elemzi az Eurostat. Ez alapján egyébként idén, de akár jövőre is a szankciós infláció gerjesztette magas árak ellenére is reál keresetemelkedés várható nálunk. Az idei évben biztos, hogy Magyarországon reál kereset növekedés lesz. Az OECD előrejelzései is ezt prognosztizálják. Az OECD 32 országa közül várhatóan csak Magyarországon lesz reál kereset emelkedés. A következő évben jövőre már egy csomó munkáltató megkötötte a bérmegállapodásokat, januártól kétszámjegyű növekedéseket vállaltak, és nagyon sok munkáltató nyitott arra, hogy évközben további emelést produkáljon. Ez azt eredményezheti, hogy 2023-ban is a keresetek emelkedése meghaladja az éves infláció növekedését, vagyis nagy az esély annak, hogy a bérek értékét éves szinten ne emészze fel az infláció. Hétről hétre többen mennek orvoshoz légúti panaszokkal. Múlt héten 270 ezeren kértek segítséget szakembertől. Nagyjából minden tizedik betegnek pedig influenza-szerű tünetei voltak. Itt a karácsony, a családi összejöveteleken még többen fertőződhetnek meg. Az orvosok éppen ezért óvatosságot kérnek. Érdemes fokozni a vitaminbevitelt is. A felső légúti megbetegedések száma növekszik. Ez általában minden évben így van, de most egy kicsit hamarabb jött. Megelőzésre fontos a hangsúlyt tenni, tehát az, hogyha lehet, oltassuk magunkat, figyeljünk a réteges öltözködés, a bőfolyadék, vitaminok. Már 8 halottja van a hóviharnak Japánban. Egy nappal korábban még csak 4 halottról és 23 sebesültről lehetett tudni. A hatóságok azonban pénteken közölték, 4 újabb halottat és összesen 45 sérültet tartanak nyilván. Már napok óta esik a hó, de az elmúlt egy nap alatt az eddigieknél is hevesebben esett. 30-40, de van, ahol 90 cm hó hullott. Ráadásul erős szél is fúj, helyenként a 110 km-es óránkénti sebességet is elérik a széllökések. Ítéletidő tombol az Egyesült Államokban, mínusz 45, mínusz 55 fok is lehet az ország egyes részein. Ez már 5-10 perc alatt is fagyási sérülést okozhat az ember bőrén. Nem csupán a hideg okoz gondot, kiterjedt területeken tombol heves hóvihar. 30-40 centi hó hullott az elmúlt 24 órában. A riasztások több mint 150 millió embert érintenek. Wisconsin államban szükségállapotot hirdettek. A hóvihar közlekedési káoszt okozott, 5300 légijáratot töröltek csütörtökön szerte az Egyesült Államokban. Bemutatták az Aranybulla sorozatot az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A II. András életét bemutató 6 részes alkotás olyan részleteket is megmutat az uralkodó életéről, amelyeket eddig a történelemkönyvből sem tudhattunk meg. Az izgalmas sorozat december 25-e és 30-a között lesz látható a Dunán. Az az együttműködés, ami formálódik a Nemzeti Filmintézet és a közszolgálati média között, az azt célozza meg, hogy a csatornáinkon, főként a Duna csatornáján minél több magyar alkotást láthassanak a nézők.
Újra nyakukba vették az országot a közmédia meteorológusai. Laza Bori és Fejős Ádám azokhoz a gyerekekhez látogatott el, akik a legötletesebb rajzokat küldték a Mikulás napi pályázatra. Az ajándékcsomagok még nem fogytak el. Karácsony másnapján Tóth Tamás viszi el a meglepetéseket a kicsiknek. Ez volt a Híradó 8 óra után, a hírműsorunk újra megnézhető a hirado.hu oldalon. Most a Nemzeti Sporthíradó következik, tartsanak velünk!